A Pécsi Köztársaság téri általános iskolából érkeztek ezek a lányok a belvárosi bevásárlóközpont épületébe. Itt tartják az Ökováros hetet, ahol a környezettudatos életre, a környezetvédelmére hívják fel a figyelmet. Erről szoktunk beszélni otthon is, hogy mindig szelektíven kell gyűjteni, meg hogy olyan helyre dobjuk a hulladékot, ami a helyre való, hogy vannak erre kimondottan kukák is, és ez a program is nagyon tetszik, mert legalább meg tudjuk védeni a földet, és ezt is értékelem, hogy legalább próbálkozunk ezzel. Már évek óta megtartja ezt az esemény sorozatot az Ökováros Ökorégió Alapítvány ezen a helyszínen. Idén olyan otthon is megvalósítható zöld megoldásokat mutatnak be, amelyekkel a családok, egyének élete válhat környezettudatosabbá. A lakosság nélkül nem mennek a zöld változások, a zöld átalakulások, és ezért igyekeztünk az idei Ökováros héten olyan témákat kiválasztani, amik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást rögtön tudják hasznosítani a lakosság, tehát rögtön van hatásuk. Ezért négy témakör köré épült. Egyik ezek közül a környezetbarát építőanyagok bemutatása, az ökoépítészet. A másik téma a hulladék, amiből egy pécsi lakos egy hónap alatt 24 kg-ot termel. Ennek csak egy tizedét gyűjtik szelektíven. A harmadik terület az otthon termeszhető, ehető növények, hogyan kell csíráztatni például. A negyedik témakör a szennyvízkezelés fontossága. A kiállítást, az ismertetőket ezen a héten nézhetik meg az érdeklődők a belvárosi üzletközpont kupolájában. Pécsen.